hát a tradíció nagyon fontosabb, tehát hogyha meg kell ismerni a múltunkat is, és azt fel kell vállalni és ápolni, mert ha a múltunkat megtagadjuk, akkor jövőnk sincs. Tehát ez fontos dolog, és főleg a mai, hát ugye ránk erőltetett, globalizált kapitalista világban, ami abszolút ezek ellen, az értékek ellen dolgozik, és pont ezért fontos ezt erősíteni, és az alapja ugye a család, és a családot erősíteni, és összetartóvá, mert a közösség alapja a család. És ezért kell a közösséget is erősíteni, és hát ennek a tradíciók ápolása az, ez egy fontos szegmense. És hát mint... Miért hihető az, hogy a hunok már 380-ra ugye megszerzik a Kárpát-medence feletti fennhatóságot? A 380-as évektől rendszeresen megjelennek Nyugat-Európában, Theodosius megbízza őket, hogy az ő ellencsászárok ellen harcoljanak, és csak is úgy tudnak Nyugat-Európába felvonulni, ha a Dunántúlt uralják. Tehát ellenséges területen nem tudnak felvonulni. Ugye ez volt mindig a török időben is, gondoljunk bele, mindenki az iskolai tanulmányaiból tudja, hogy Kőszeget meg kellett vívni, Szigetvár megállította a török hadakat. Hát...